ebbe az MX-es történetbe igazából belecsöppentem, gyorsan összehaverkodtunk a srácokkal, ők is bolondok, mint mi. Ugye nagyon kevés lehetőségük van arra, hogy ilyen épített a pályán, tehát megvan a saját kis pályából gyakorolni, csak azt nagyon nehéz elvinni. Itt viszont az Automotor Tuning Show lehetőséget biztosított nekik, megoldották itt a helyet, az építést, az anyagi hátterét ennek az egésznek. Ugye ők meghívott fellépőként vannak itt, tehát ők show műsort csinálnak. Ennél korábbi egy rendezvény szokott lenni, az bent Csarnokban szokott lenni, mint a Monterem Cross, de ami ilyen kültéri, az az első ilyen nagyobb rendezvény Magyarországon mindig, tehát mindig ezen motor kiállítással indul az év. Ilyenkor már ki vannak éhezve az emberek. Ugye a motorosok télen már elvonási tüneteik vannak, ugye ültek a tévé előtt, nézegették a videókat, és ilyenkor már mindenkinek minden baja van, és ha már van egy kis motorozás, akkor már jönnek és akarják és látni és csinálni is. Hát sajnos most az időjárás, hogy lábon nagyon kevesen jönnek, de amikor csak lehet jönnek és nézik és az első ilyen, na végre motorozás van, tehát ilyenkor jön a közönség is. Ma is nagyon hideg volt, tegnap egy picit még féltünk, hát most is látszik a leheletem masszívan, és körbe tele volt a pálya. Tehát ennek meg nagyon-nagyon örülünk. There's no time.